A kelet-ukrajnai helyzet még annál is rosszabb, mint amit az emberek mondanak. Kijevnek sürgősen nehéz fegyverekre van szüksége, hogy hatékonyan felvehesse a harcot Oroszországgal, jelentette ki csütörtökön Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter. Az ukrán tárcavezető egyben hangsúlyozta, hogy valójában nem is folynak béketárgyalások Oroszországgal. Beszélt arról is, hogy amennyiben Oroszország valaha is tűzszünetet kér, akkor kétszer vagy akár háromszor is meg fogják fontolni annak elfogadását. Jelentette ki Kuleba Twitter felhasználókkal élőben folytatott kérdezfelelek jellegű beszélgetése során. Megsemmisítettek egy orosz cirkáló rakétát Bukovina felett, Csernyivci megyében, tudatta az ukrán fegyveres erők légierejének parancsnoksága. A közlemény szerint május 26-án a késő esti órákban a fegyveres erők egyik vadászgépe lőtte le az ellenséges rakétát. Nyugtalanul telt az éjszaka és a reggel Dnyipropetrovszk megyében is, tudatta Mikola Lukasuk, a megye vezetője május 27-én. A megszállók péntek reggel 3 rakétát lőttek a térségre, súlyos károk keletkeztek, jelenleg mentők dolgoznak a helyszínen. A kárfelmérés és az áldozatok pontos számának tisztázása folyamatban van. Magyarország 2 napja háborús veszélyhelyzetet hirdetett meg. Döntését az Ukrajnában dúló háború indokolta. Ezzel lehetősége nyílik arra, hogy szükség esetén a gazdasági kérdésekben gyors döntések születhessenek. Ugyanakkor a szakértők szerint az országban bevezetett rendkívüli állapot semmiképpen nem befolyásolja az ukránok vagy más állampolgárok Magyarországra való beutazását. A határátkelő helyeket nem zárják le. A határátkelés menete nem vált. Jelentette be Ukrajna állami határrendészeti szolgálatának illetékese. Jelenleg nincs egyetlen módosítás sem az ukrán-magyar határátkeléssel kapcsolatban a Magyarországon érvénybe lépett rendkívüli helyzet miatt. A magyar fél nem jelentett be változást vagy ezzel kapcsolatos tervet. Tehát a személy és járműforgalom a gépkocsi és vasúti átkelőhelyeken a korábbi feltétele mellett történik, a nemzetközi megállapodások és mindkét állam hatályos jogszabályai szerint. Bármilyen változás esetén természetesen minden információt operatívan közzéteszünk az Állami Határrendészeti Szolgálat hivatalos honlapján. Ukrajna folytatja a gázimportálását Magyarországról. Míg az év elején az ukrán gázszállító rendszer üzemeltetője megállapodott az FGS magyar szolgáltatóval a földgázimport garantált kapacitásához való hozzáférés új feltételeiről. A pilóta projekt akkor 3 hónapra szólt, amit most 2023. március 31-éig hosszabbítottak meg a felek. Naponta akár 8 millió köbméter gázimportjáról van szó, ami éves mennyiségben megközelíti a 3 milliárd köbmétert. A hírt az ukrán gázszállító rendszer vezérigazgatója Szerhéj Makohon is megerősítette. Az ukrán gázszállító rendszer keményen dolgozik a gázimport lehetőségeinek maximalizálásán, az ellátási források diverzifikálásán és az ellátás biztonságának megerősítésén. A magyar útvonal fontos Ukrajna számára, kiváltképpen a horvátországi Krk-szigeten lévő LNG terminálhoz való hozzáférés miatt. Az ukrán vállalatok az új fűtési szezonra való felkészülés keretében élhetnek a magyar útvonal által kínált lehetőséggel, közölte Szerhéj Makohon, az ukrán gázszállító rendszer vezérigazgatója. Az Olaszországba érkezett több mint 100 000 menekült közül első körben mintegy 36 000 részesülnek a római kormány havi pénzügyi támogatásában, melynek kifizetése pénteken indult el, közölte Fabrizio Curcio, a kifizetéseket intéző polgári védelmi hivatal vezetője. Az összeg fejenként havi 300 euró, a gyermeket nevelők minden 18 év alatti gyermekük után további havi 150 eurót vehetnek fel. Az állami támogatás
támogatás legfeljebb 3 hónapig jár, és azok kaphatják meg, akik önerőből lakást béreltek, vagy rokonoknál, ismerősöknél szálltak meg. Nem kérelmezhetik azok, akik menekülttáborokban élnek, vagy az olasz állam által bérelt szálláshelyeken laknak. A kedvezményezettek az összeget minden hónapban a postahivatalokban vehetik fel. A támogatást az értesítés utáni 2 hónapon belül fel kell venni, különben az állam visszahívja. A támogatási kérelmet a menekültek szeptember 30-áig nyújthatják be. Az ukrán-magyar határszakaszon 5341 ember lépett be csütörtökön Magyarország területére. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4232-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken. A beléptetettek közül a rendőrség 305 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Az ukrajnai háború elől csütörtökön 259 ember, köztük 102 gyermek érkezett Budapestre vonattal, tette közzé az ORFK. A mobil szolgáltatók adatai szerint Kárpátalján jelenleg 280 ezer áttelepült személy tartózkodik. Az állam 25 ezer polgárnak biztosít szállást, emellett tartalékban még további 10 ezer szabad hely van. Magánszállásokon, azaz hotelekben, motelekben, nyaralókban, családi házakban 10-szer többen élnek, közel 250 ezeren. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőhelyettese szerint a számok folyamatosan változnak. A legtöbb menekültnek támogatásra van szüksége. Ezt nemzetközi alapítványok, állami programok biztosítják. Viszont eddig senki sem foglalkozott az áttelepült személyeket befogadók rezsiszámláinak kiegyenlítésével. Máig 3600 kérelmet sikerült feldolgozni, amelyeket magánszállások tulajdonosai nyújtottak be, és 16 ezer áttelepült személy elszállásolására vonatkoznak. A kompenzációt elektronikus formában lehet kérelmezni, a kistérség hivatalos weboldalán. Ez azokra az emberekre vonatkozik, akik a menedékprogram keretében fogadtak be menekülteket. Jelenleg az áprilisért befizetett összeget kompenzáljuk. A miniszteri kabinet megállapodott a Vöröskereszttel. Így a kompenzációt részben az állami költségvetésből, részben a Vöröskereszt segítségével fizetik ki. Pontosabban a Vöröskereszt 2147 olyan háztartást támogat, amelyek 3 és több áttelepült személyt vagy rokkant személyeket fogadtak be. Ebben az esetben 2,5 millió hrivnyáról van szó. A többit állami költségvetésből oldják meg, ami közel 1 millió hrivnya. Ez 1477 háztartást jelent. Adataink szerint április folyamán közel 16 ezer menekültnek adtak szállást. Arra kérem a polgárokat, hogy éljenek a lehetőséggel és kérvényezzék ezt a támogatást, melynek havi összege 450 hrivnya minden egyes áttelepült személyért. За місяць на кожну одну особу внутрішньо переміщених людей. Az állam válságellenes intézkedéseinek köszönhetően az elmúlt napokban javult az üzemanyag helyzet Kárpátalján. Egyre több benzinkúton kapható üzemanyag, ugyanis megérkeztek az első európai szállítmányok, közli a holoszkarpat.info. Az A95-ös benzin literenként 51 hrivnyás áron kapható, a dízel 57 hrivnyába kerül, az A92-es benzin azonban csak néhol kapható, literenként 49 hrivnyáért kínálják. A helyi beszállítók jelentősen növelték a megye üzemanyagellátását, szlovákiai és osztrák cégekkel kötöttek szerződést annak importjára. A háború előtt csupán a szükséges mennyiség 5%-át importálták Európából, jelenleg azonban az üzemanyag 1/3-át külföldről kénytelenek behozni.
Kárpátalja az első helyen áll Ukrajna megyéi között az áttelepült vállalkozások számának tekintetében. Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője szerint ez az állami vagyonalappal való szoros és szisztematikus együttműködésnek is köszönhető. Viktor Mikita kijevi munkalátogatása során Olena Batovával, az állami vagyonalap megbízott vezetőjével folytatott megbeszélést. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője megjegyezte, hogy Kárpátalján már 262 olyan vállalkozás kezdte meg működését, amelyek Ukrajna más régióiból települtek át megyénkbe a kialakult háborús helyzet miatt. Mint mondta, továbbra is igyekeznek épületekkel és a logisztikai eszközökkel segíteni ezeknek a vállalkozásoknak a munkáját. Az UNICEF fejlesztő készleteket adott át a Kárpátaljai Oktatási Intézmények vezetőinek. Közel 70 készletről van szó, melyek játékokat, füzeteket, építőkészleteket, segédanyagokat és sok más sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztéséhez és oktatásához szükséges eszköz tartalmaz, melyek a megye óvodáiban és iskoláiban kerülnek szétosztásra. A fejlesztő eszközöket 0-tól 8 éves gyermekek számára hozták. Vannak sajátos nevelést igénylő gyerekek. Az óvodáinkban, iskoláinkban élő áttelepültek között is vannak ilyen gyerekek. Most lehetőségük lesz arra, hogy az adományozott készletek által fejlődjenek. Kárpátalján közel 30 oktatási intézményben foglalkoznak sajátos nevelést igénylő gyerekekkel. A nevelők azt mondják, hogy a támogatás időszerű, mivel munkájuk során valóban tapasztalható az eszközhiány. Intézményünkben több mint 10 sajátos nevelést igénylő gyermek tanul. Munkánk során valóban gondot jelentett az eszközhiány. Nagyon örülünk, hogy az UNICEF és a megyei katonai adminisztráció kisegítettek bennünket. Különösen fontos ez most ebben a nehéz időszakban. Az ajándékok jó minőségűek, gondolom több évig tudjuk majd használni. Nagyon értékes segítséget kaptunk, sok benne az érdekes segédanyag. Intézményünkben különböző korosztályú gyermekek tanulnak, így hasznát tudjuk venni a készleteknek. Szakköreink, délutáni foglalkozásaink is vannak, ezekkel a gyerekekkel a napközis tanáraink is foglalkoznak. Nagyon időszerű ez az anyag. A hét során további szállítmány érkezik a nemzetközi szervezettől Kárpátaljára. Újabb száraz tészta adományt adtak át Magyarország támogatásából, ezúttal a Berekkövesdi kistérség számára. A humanitárius segélyt Magyarország ungvári főkonzulátusa közreműködésével juttatták célba. Ma 500 kg száraz tésztát, tehát fél tonna száraz tésztát, gyermekeknek rágóvitamint, illetve fertőtlenítő szappant adtunk át a Kamjenszki kistérség részére, amit jelenleg Dunkavecia településen, az iskolában rakottak le, azért, pontosan azért, mert itt is laknak belső menekültek. Ugye, ahogy már ismeretes, ugye ezt is Magyarország támogatja, ez Grezsa István felügyelettel alatt a Hungary Helps koordinálásával történik meg ez a programnak a megvalósítása. Ugyanúgy, mint a tegnapi nap folyamán is kiosztott adományok során, ezt a tésztát is Kárpátalján Salánkon állították elő egy kárpátai vállalkozó. Ugye eznek az a célja, hogy Magyarország igyekszik úgyis segíteni Ukrajnának, és ugye itt nem csak Kárpátalja, hanem Ukrajna egész területének, hogy megmaradjanak a munkahelyek, tehát ez azzal, hogy kárpátaljai vállalkozó készíti el a tésztát, ez azt jelenti, hogy adóbevétel ugye keletkezik a megyének, tehát Kárpátaljának, illetve hát akkor segítjük a munkahelyek megmaradását is. A Berekkövesdi kistérség intézményei a háború első napjaitól fogadják a menekülteket. Többen magánházaknál találtak szállást, akiket szintén támogat a kistérség, mondta el Mihajlo Staninec polgármester. Kistérségünkben közel 800 belső áttelepült tartózkodik. 700-an magánházakban találtak szállást, 100-an pedig a kommunális tulajdonban lévő intézményekben. Az ő ellátásukat mi biztosítjuk és támogatjuk őket. A hozzánk érkezettek közül vannak olyanok, akik tovább utaznak külföldre, de a helyükbe újak érkeznek. Ugyanakkor vannak olyanok, akik nálunk maradnak, és volt olyan is, aki visszatért az otthonába. Szeretnénk
szeretném megköszönni a magyar kormánynak ezt a támogatást, és hogy támogatják Ukrajnát és ezeket az embereket. Számunkra fontos Európa és azon belül Magyarország támogatása. Köszönöm a konzulátus képviselőinek, és úgy gondolom, hogy a jövőben is számíthatunk a támogatásukra. A nyíresújfalui gimnáziumban jelenleg 14 belső áttelepült tartózkodik, de ez a szám napról napra változik. A térségben ez az intézmény végzi a humanitárius segélyek elosztását. Amikor humanitárius szállítmány érkezik a kistérségünkbe, azt először ide hozzák. Ezt követően innen történik azon intézményeink közötti elosztásuk, ahol menekültek vannak elszállásolva. Kistérségünk minden óvodájában laknak jelenleg áttelepült személyek. Annak megfelelően történik az adomány szétosztása, hogy hol mennyien laknak. Reggelit, ebédet és vacsorát készítünk számukra, ezért mindig szükség van az élelmiszerre. A Zaporizsjából menekült Natalia elmondta, nagyon hálásak a fogadtatásért és a teljes ellátásért. Szeretnének mi hamarabb hazatérni, de odahaza még mindig harcok folynak, ezért egyenlőre Kárpátalján kell maradniuk. Én Zaporizsjából érkeztem, a város központi részében laktam. Ott nemrég rakéta találat ért egy bevásárló központot. 62 lakóház sérült meg. Ez két napja történt. A megye közel 80%-a már megszállás alatt van. Kárpátaljára április 11-én érkeztünk. Szülővárosunk polgármestere a napokban azt nyilatkozta, hogy a lakosság továbbra is keressen menedéket más régiókban, mert ott nagyon veszélyes a helyzet. Most a hozzánk hasonló sorsra jutott ismerőseinket várjuk. Mondtuk nekik, hogy itt milyen jól fogadtak bennünket. Megkérdeztük a helyi vezetőket, akik azt mondták, hogy nyugodtan jöjjenek, mert mindenkit be tudnak fogadni. A száraz tészta program keretein belül nemrégiben 2,5 tonna adományt juttattak el Lembergbe, 1,8 tonna tésztát pedig a Kárpátaljai megyei tanács és további két helyi szervezet között osztottak szét. Rohamosan drágul a hajdina ára Ukrajnában. A piacokon kilogrammonként csaknem 100 hrivnyát kérnek el a gabonaféléért. Az ukránok átlagosan 130 ezer tonna grecskát fogyasztanak évente. Az ország a háború előtt jelentős mennyiséget importált Oroszországból, Fehér Oroszországból és Kazaksztánból. Bogdán Szlucki pénzügyi és gazdasági megfigyelő szerint a háború mindent megváltoztatott. Ebben az évben jelentősen csökkent a hajdina vetés területe Ukrajnában. Az Agrárpolitikai Minisztérium munkatársai szerint májusig mindössze 12 ezer tonnát vetettek el, ezért idén már csak mintegy 20 ezer tonna hajdinát tudnak majd betakarítani, a szükséges minimum 100 ezer tonna helyett. Az Állami Statisztikai Szolgálat hivatalos adatai szerint 1 kg hajdina ára legalább 32%-kal emelkedett az év eleje óta, kilogrammonként 62 hrivnyára. Elemzők szerint a hajdina ára tovább fog emelkedni, és a közeljövőben már a 100 hrivnyát is elérheti kilója. Az ungvári járásban eddig több mint 23 ezer kelet-ukrajnai lakos talált ideiglenes menedékre, egyharmaduk gyermek. A kiskorúakkal gyakorlati pszichológusok dolgoznak. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás közleménye szerint a menekültek számára mesterkurzusokat, kirándulásokat is szerveznek. Az ungvári járásban a legtöbb, 9358 belső menekültet a csapi kistérség fogadta be. Ez a kistérség eddigi lakosságának 38%-a. Kárpátalján hivatalosan 153 ezer bejegyzett menekült tartózkodik. A valós szám azonban ennek a többszöröse, sokan ugyanis nem jelentik be itt tartózkodásukat hivatalosan, vélik a szakértők. Volodimir 12 éves. A családjával a Harkiv megyei Lozovából érkezett Ungvárra. Több mint két hónapja élnek az ideiglenes menekülteknek kialakított központban. Két nap utazás után éjjel 12 órakor érkeztünk meg. A pályaudvaron az önkéntesek megkérdezték, itt akarunk maradni, vagy tovább mennénk külföldre. Mi a maradást választottuk. Átmentünk a Bagolyvár krízis központba, ahol azonnal ételt és italt kaptunk. Béla bácsi, aki a gyámom, intézkedett az elszállásolásunkról. A Junyiszt sportkomplexumban kaptunk helyet. Már több mint két hónapja lakunk itt. Lozovából nem volt könnyű kijutni. Eleinte minden csendes volt, épp úgy, mint Izjumban és Bliznyukiban is.
Körülbelül a 13. napon kezdődtek a támadások. Első próbálkozásra nem sikerült elmenekülnünk. A vonat közlekedés szünetelt, hazamentünk az állomásról. 3-4 nap múlva támadás érte a repülőteret. A robbanásba az egész falu beleremegett. Ekkor áramtalanítottuk a házat, kikapcsoltuk a telefonokat. Az ablakokat és ajtókat takarókkal sötétítettük le. Ekkor már biztosak voltunk abban, hogy menekülnünk kell. A költözés és a háború ellenére Volodimir folytatja a tanulást. Távoktatásban tanulok. Az írásbeli feladatokat online küldöm vissza. Hiányzik az otthonom. Ott most nagyon erős harcok folynak. Nagyon szomorú vagyok emiatt. Szomorú gondolatai ellenére Volodimir nem csükked, és ezekben a nehéz időkben testépítéssel foglalkozik, és segít másokon. A kárpátaljai járőrök fokozottan figyelik a közutakat, alapos ellenőrzésnek vetik alá a teher- és személyszállítással foglalkozó sofőröket. Megkezdődött a biztonságos közlekedés hete, ezért rendeltük el a járművekre vonatkozó ellenőrző intézkedéseket. Munkájukat a mobil diagnosztikai állomás segíti, melyet tavaly kaptak, és amely a járművek műszaki állapotára vonatkozó követelmények betartását ellenőrzi. A kárpátaljai járőrök az eszközök használatára vonatkozó képzésben vettek részt, és vizsgát is tettek. Felhívják a sofőrök, műszaki ellenőrök figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. A járművek műszaki állapotát is ellenőrizzük, mivel ez hatással van a biztonságos közlekedésre. A balesetek leggyakoribb oka a követési távolság betartásának figyelmen kívül hagyása, a gyorshajtás, valamint a jármű nem megfelelő műszaki állapota. Különösen személy- vagy teherszállítás esetén ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A mobil diagnosztikai állomás segítségével ellenőrizhetővé válik a gumik futófelület mintázatának maradék magassága, a fényszórók világításának paraméterei, az oxidok és a kipufogógázok tartalma. Minden mutatónak egyeznie kell a gyári paraméterekkel és a meghatározott normákkal. Szabálysértés esetén a sofőröket bírsággal, de akár jogosítvány bevonásával is sújthatják. Ellenőrzünk, szabálysértés esetén jegyzőkönyvet írunk, amely két példányban készül. Egyiket a sofőr kapja meg, a másik nálunk marad. Ezután kiszabjuk a bírságot. Súlyos szabálysértés esetén bevonjuk a jogosítványt. A korábbi ellenőrzések alapján megállapíthatóak a főbb szabálysértések is. A mobil diagnosztikai állomásunk eddigi rögzítései alapján elmondható, hogy a legelterjedtebb szabálysértés az oldalüveg és a szélvédő sötétítése. Az eszközünk meg tudja mérni az abroncsok futófelülete mintázatának magasságát, ahol szintén sok a szabálysértés. Minden járművel kapcsolatos szabálysértés adata a 3649-es számú műszaki feltételek állami szabványában van rögzítve. A járőrök bíznak a tudatos és törvénytisztelő sofőrökben, a közlekedés résztvevőinek pedig jó utat kívánnak. A Kárpátaljai megyei gyermekkönyvtár ifjúsági osztályának olvasói járőrökkel találkozhattak a biztonságos közlekedés hete alkalmából. Csak a zebrán mehetek át az úttesten, és csak akkor, ha az autók piros jelzést kapnak. Ha nincs jelzőlámpa és zebra, akkor először balra kell nézni, azután jobbra, hogy lássuk, nem jön-e autó, és csak akkor mehetünk át. A rendezvényen ungvári és áttelepült gyerekek is részt vettek. A témát fontosnak és aktuálisnak tartják. Nagyon tetszett, mert szerintem a KRESZ szabályok nagyon fontosak. Szeretnék többet tudni arról, hogy hogyan viselkedjünk az utcán, és hogyan közlekedjünk ropogóval vagy biciklivel, mert időnként megsérthetem, és szerintem meg is sértem ezeket a szabályokat. A járőrök felhívták a figyelmet arra, hogy 14 éves kortól már felelősséget kell vállalni a KRESZ szabályok figyelmen kívül hagyásáért. Hangsúlyozták a kerékpározó gyerekek biztonságának fontosságát is. Meghívást kaptunk a könyvtárba, örömmel jöttünk, hiszen itt nem csak az ungvári, de más megyéből áttelepült gyermekekkel is találkozhatunk. Szívesen mesélünk, mutatjuk be azt, hogy hogyan kell helyesen közlekedni az utcán.
Most a nyári időszakban a gyerekek sokat kerékpároznak. Szülői felügyelet nélkül mennek ki az utcára, ezért emlékeztetni kell őket a szabályokra. A gyerekek előadást hallhattak a kerékpárosok védőfelszereléséről és a kressz szabályokról. Az úttesten nem szabad biciklizni, csak a kerékpárutakon. Hídon nem biciklizhetünk át, le kell szállni és gyalog átmenni, majd a túloldalon már fel lehet ülni. A találkozó után talán mindenki arra vágyik majd, hogy rendőr lehessen és jól viselkedjen. A szabályokat betartva közlekedjen a kerékpárján, helyesen menjen át az úton, mert erre tanították. A gyerekek fényvisszaverő tárgyakat kaptak ajándékba, melyek használata sötétedés után mind a gyalogosoknak, mind a kerékpárosoknak kötelező. Hogyan kezdtek működni az önkéntes mozgalmak, hogyan látták el és segítették a menekülteket a pályaudvarokon, határokon, hogyan működött éjjel-nappal a segélypont a Bagolyvár Történelmi Kulturális Központban. Mindez megtekinthető a Lehocki Tivadar Megyei Honismereti Múzeum legújabb kiállításán. A fotóink bemutatják, hogyan fogadták az önkéntesek a pályaudvaron a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőket, majd koordinálták őket, hogyan jutnak el ingyenesen a határra, hogyan biztosították az orvosi ellátást, hogyan helyezték el a plakátokat azoknak a pszichológusoknak a telefonszámával, akik ingyenes segítséget nyújtottak szörnyű eseményeket átélő embereknek. A kiállításon kárpátaljai művészek által kifestett sisakok is láthatók. A tárlatot a 128-as hegyi dandár trófeái egészítik ki. A sisakok értékét 3000 hrivnyára becsülték, az összegyűlt pénzt az ukrán fegyveres erőknek ajánlották fel. Van itt géppisztoly és golyóálló mellény, fegyverek, hálózsák, rohamsisakok. A kiállítás bemutatja a háború tragédiáját és azt, hogy az ukránok, ezen belül a kárpátaljak képesek megvédeni földjüket és közösen harcolni a győzelemért.